Megnéztem, hallod, megnéztem a tavalyi lemezt, hogy milyen dalok vannak rajta, egy darabra nem emlékszem még mindig. Pedig ott te is jókat mondtál róla. Igen? Igen. Na, se baj. Majd akkor visszafogom magam itt annyira. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélő behoztuk a legújabb Fit for a King lemezt. Mi volt ennek a címe? Hell We Create. Ja, tényleg a Hell We Create. Így igen, van. Hell We Create. Na még egyszer. Create. Hell We Create. Mai kibeszélő behoztuk a legújabb Fit for a King lemezt, a The Hell We Create-et. Adjunk segítek, egy hetedik lemez. Hetedik lemez, így van, nagyon jó, köszönöm szépen, mert a hatodik volt a pat. Azt emlékszem a izéből, igen. Pesz. Pat. Pat. Pesz. Pat. Pesz. Na, szóval arról van szó. Menj a hátsó patba. Igen, de ezeket mind elmondtuk ám akkor is. Tehát oda felrakjuk, hogyha még ilyen szarszópoinak kellenek, akkor oda tessék ezzel rándokolni. Na, és mondjad, nyugodtan mondjad. Nem mondom, mondjad te, hát én nem vagyok ennek a... Figyelj! Én azon kívül, hogy amúgy keresztény metalcore-nak vallják magukat a srácok, ezen kívül én fogást nem nagyon szoktam találni rajtuk gyakorlatilag, és igazából az is teljesen ilyen szubjektív preferencia, hogy én ezt a gadolást nem nagyon tudom sokáig elviselni. Viszont most ez egy kicsit másabb lemez lett, ugyanis itt nem koncepció lemez, de valahol mégis az. Ugyanis itt arról van szó, koncepciós. Az. Mint a per. A konceptalbum kifejezéssel mi baj volt? Annyira frappáns volt és egyszerű. Konceptalbum, nagyon jó, tetszik. De ezt még sose hallottam. A koncepciós albumot én mostanságban az meg egyre többször is nem tőle, hanem másoktól, de ver a víz tőle. Jó, hát mert le kell fordítani, koncepció. Érted? Hogy tudják, hogy tudsz angolul, na. Ugye, lefelé fordítani magamat, az meg fordulat, na. Igen? Tehát, hogy itt arról van szó gyakorlatilag, hogy ezt eléggé személyesre vette Ryan Kirby, ugye ő a fő énekes, aki ugye krákog, meg hörög, morog, meg azt... amúgy tisztán is eléggé baszón énekel. Tehát a lemeznek a nagy részében ő viszi az éneket, és akkor amikor hallasz egy ilyen sokkal tisztább éneket, amiben nincs meg ez a karcosság, na az ott a az másik O'Leary. Ryan. Igen, az az Ryan O'Leary. O'Leary, igen. Ő a ott bőrös, egyébként a bőrös. Fracture-ben, meg a Reaching Out-ban, meg azt hiszem a Falling Through the Sky-ban énekel. A Falling Through the ilyesmi. Sky-ban biztos, hogy énekel, igen. Na, és arról van itt szó, hogy így gyakorlatilag arra van fölhúzva ez az egész lemez, hogy majdnem elveszítette a feleségét a Ryan Kirby, mert nagyon-nagyon beteg volt, most ezt nem tudom már pontosan, hogy mivel küzdött, de az a lényeg, hogy az end, az ebből íródott, hogy élnél túl a felesége nélkül, sehogy, tehát ezt így leszpoilerezzük, és viszi ezt tovább, így a Falling Through the Sky, meg a Sing Below-val is, és a másik vonulata az egész lemeznek, az pedig, ha jól tudom, akkor ő nekik van két örökbefogadott gyermekük, akiket bántalmaztak a régi szüleik. Uh-huh. És az ő szemszögükből is van dal, és az ő védelmükben is van dal, és hogy hallják, értik őket. Tehát, hogy a Reaching Out-nál például azt nyilatkozta a kettes számú Ryan O'Leary, mert azt hiszem, vagy várja, azt a basszeros? Nem tudom, az... De szerintem ő jegyzi azt a dalt. Közelebb hozom volna. Nem, csak gondolkodom közben, hogy már mit olvastam, hogy azt hiszem ő jegyzi azt a dalt, és azt mondta, hogy nem tudjuk átérezni azt, amit ti éltetek át, viszont tudjátok, hogy hallunk és értünk benneteket. Tehát ez gyönyörű gondolatok vannak igazából ezen az egész lemezen. És az a lényeg, hogy egy egész lemezen ilyen nagyon személyes, nagyon mély érzelmeket visznek bele a dalokba, és ez végig gyűrűzik az egészen, és én ezért is tudtam sokkal jobban elfogadni, de aztán majd mindjárt elmondhatod, hogy mi nem tetszett az egészben.
És szerintem baromi jó dalok vannak. Tehát amikor ment elejétől a végéig elsőre, akkor ez is kurva jó, ez is kurva jó, meg az is kurva jó, meg amaz is kurva jó. Én így hallgattam ezt a lemezt. Mindannak ellenére egyébként, hogy ugye kim volt már belőle, vagy 4-5 dal előzetesen, és nagyjából tudtam, hogy mire számíthatok, meg különben is egy 2-3 lemezzel ezelőtt ráléptek az útra, és kb. Azóta ők így standarden hozzák ezeket a kurva jó dolgokat. És egyetlen baki van, amit kurvára nem értek, az a Times Like This című dal, ami meg egy politikus dal. És kurvára nem értettem, hogy egy ilyen személyes hangvétel, 9 dalt írsz arról, hogy a gyerekeim, a feleségem, a süllyedek, a démonjaim, a tököm tudja, és írsz egy dalt oda a középre, amiben ráadásul még a Jonathan Vigilt is meghívod a Ghost Inside-ból, ami meg így kilóg. De ilyen fészülés, köszönöm szépen. De hogy miért? Ugyanaz. Tök jó az a dal is. Tehát én értem, meg minden, csak miért kell, miért nem lehetett azt külön kiadni egy izébe? Egy singlebe, klippel, klipp úgy is van rá, érted? Mi a faszért kellett beleerőltetni, ráadásul a lemez közepére? Ezt az egyet nem tudom hova tenni, amúgy én kurvára éltem az egészet. És parancsolj! Igen, ezt már egyébként a Down for Whatever zuhanásánál se értettük, hogy miért kell a koncepció közepébe random dalokat behajigálni. Na mindegy, nekem abban, hogy jó dalok vannak a lemezen, azzal egyetértek. Köszönöm. Tehát én is, a nyitó hármas például helyből meggyőző. Tehát a címadó, az End az egy gyönyörű dal, a Falling to the Sky-nak hatalmasat énekel a Takkoliri. Takkoliri, igen. Nem a Mettak mielőtt bármi, csak a Wikipédián így van, hogy van egy Mets neve a Takk, és akkor azért véletlenül se. Tehát a Mettak éneket akkor se tudna, hogyha nagyon szeretné. Már. Stúdióban is tudtál, csak régen is, tehát... Igen. Amúgy... Igen. Mindegy. És igazából nekem, ami itt bajom van, az főleg így ez a hangzás. Ez a... Ahogy a Ventidnél kiemeltük, vagy ki fogjuk emelni, egy egyénisége van a hangzásnak, tehát hogy nem egy egyenhangzás, hanem hiába Dagobával, Betraying the Martyrral dolgozik a producer, adott egy ilyen ízt a csapatnak, ami kiemeli őket a mezőnyből, addig erre a lemezre a Fit for, nem tudom elmondani, mert a műanyag hangzás, a műanyag dobhangzás azon már lassan tényleg túltenni nem teszem magam, de megszokom azt, hogy a tamokat meg a lábdobot nem lehet megkülönböztetni egymástól. Igen. Meg aztán meg a lábdobot meg a pergőt sem nagyon, de az már egy más kérdés. És ahogy mondtad te is, hogy ráléptek az útra, és nem nagyon mennek le. Tehát igazából a műanyag hangzás mellett a műfajra jellemző lassan-lassan már tényleg klisévé merevedett dalszerkesztési megoldások is itt vannak. Nagyon igen. Sok helyen. Igen. Értem, amit mondasz, és amúgy igen. Tehát nem azzal van a gond, hogy valami nem... most nem azzal van a baj, hogy nincsenek jó dalok, most azzal, hogy tényleg egy masszából próbál így néha ki nyújtogatni a fejét, amikor olyan refrén van, vagy olyanokat énekelnek, csak a massza mindig visszahúzza. Mert abban a masszába csomagolták bele. Á, értelek. És kurva hirtelen van vége néhány dalnak, és azt nem értem, hogy miért. Olyan hirtelen van vége, nem is várná. Azt hinném, hogy lenne itt még valami leizélés, hát ilyen levezetés, az közben nem. Igen. Elvágják, mint ahogy lekatolnák a sávot, az hello. Lehet. És még ha már dobosként szólok fel, akkor Trace Salah játékát emeljük ki. És főleg azért éreztem bántónak és fülsértőnek a műanyag dobhangzás, mert olyanokat játszik ez a hapsi. Hogy kurvára nem illik. Tehát olyanokat játszik, amik belevesznek a masszába emiatt a műanyag egyenhangzás miatt. Értelek. És ez meg kurvára idegesít. Amikor egy jó dobos nem képes magának, vagy egy jó dobosnak nem képesek a stúdióban egy tudásához illő dobhangzást biztosítani, hanem rákúrják azt, amit az előző 800 metalcore bandára rákúrtunk, az szevasz. Igen. Jó lesz? Jó lesz. Oké. Okay. Most mondom, Matt Greiner ott zokog a sarokba konkrét. De amúgy igen, értelek. Mi az ABR lemezeken mi van? Ott az ABR lemezeken az van, hogy volt erről egy videó egyébként a YouTube-on, hogy
három napig mikrofonozzák, hogy hogy fog a legjobban szólni, majd fölüti izé, hiba nélkül a Greiner olyan témáit, hogy azt se tudod, merre áll a füled, majd utána fogják, ráhúzzák a maszkokat az összes dobra, azt ugyanolyan, mint az összes többi. Tehát konkrétan be is pötyökette volna a gitárpróba, és sokkal gyorsabb lett volna az egész. Ilyen hangmérnöknek, meg az ilyen stúdiós szakembernek nem a kezét, a faszát kéne letörni, bazd meg. De ez nem csak a stúdiós szakember. Akik ilyen itt, maszkokban mögé buzulnak, ne? Itt a zenekar, a producer, a kiadó, a mindenki hibás olyan szempontból, hogy de figyelj, ez pont ugyanúgy szól, mint a Memphis, a Wikimens Romance, a Bitrayig, nem a faszom tudja. Igen. Nem baj, jó lesz az, nyomjad. Ő nekik is jó volt az eladás, menj egy, nyomjad, csináljad. Igen, épp ez a szomorú, igen, pont ez számít, igen. És, csak még egy gondolat, amikor vettük fel a lemezünket, vagy doboltam fel az LP-t, akkor a Makkos írt a Webernek, hogy Pergült, mélyítsétek már le, vagy attól, hogy... Én meg mondtam, hogy nem. Jó, elég mély ez már nekem. Vagy kijön tavasszal az LP, aztán meghalljátok ti is, aztán lehet erre dönteni, hogy mély vagy nem mély. De hogy én örülök annak, hogy nem az egyen sound, hanem hogy nincs rajta maszk, hanem az szól, amit hallod. Tehát erre törekszem. Ja, hát és a végére én még annyit mondanék, amit Dávid cimborám írt nekem teljesen a semmiből, tehát hogy ennyit írt nekem, mindenféle köszönés, meg nem beszéltünk hetek óta után, hogy azért a Reapernek a vége az épp top 10 momentumjai között ott van. Már ezért megérte, és így nem tudtam, hogy melyik zenekar, mikor jött ki, mi a faszomat keressek, és fölmentem YouTube-ra, mondom, új dal dobott ki a Fit for a King Reaper, na mondom, akkor ez lesz az valószínűleg, és akkor meghallottam, hogy ugye ez a goblin hörgés, amit a Lorna sorból most már ismerünk, és már nagyon sokan próbálják meg utánozni, az jön belőle, és igen, értem, meg tök jó, hogy a Kirby is meg tudja csinálni, megmutatta, viszont én most már kicsit azt érzem, hogy amekkorát ment a To the Hellfire a Lornáéknál, most mindenki ezt próbálja lekopizni, nem kell. Kell egy új nem black, kell. Basz, kell egy új black. Igen, de nem kell. Nekik az ott meg volt, nagyot ment, engedjük el. Én hát, ezt mondom hát, legalábbis. Mennyi lemezt adtak el vele? Zorikám, mennyi lemezt adtak már, csináljad? Az is igaz. Nekem pont a Reaper volt egyébként az, ha már így dalokra kimegyünk, hogy így, van rajta 2 millió meghallgatás YouTube-on, biztos valami kurva jó. Aztán. Jó kis refrén, meg jó kis izé, mit tudom én, jó megoldások, és így ültem a végén. Ez! Az csak a zsázs. Ez 2 millió. Ez olyan bassza, mint a Hugyal Ornában, ma reggel így nézte. Tök jó a bárholos kezdeményezés, a licitás. Igen. Az kurva igen. Jó, hatalmas, imádjuk. De egy Lornasor sapka, egyszerű fekete. 3000-ről indult a licit, már 7,5K-nál tart. Az még mindig csak egy sapka, baszod. Igen. Tavaly majdnem vettem egyébként egy kurva jó sárga Stray from the Petes pulcsit. Csak amikor már 15 000 volt, vagy mennyi, mondtam, hogy oké, nem. Igen. Tehát, hogy annyit nem. Igen, tehát én nekem is volt pár cucc, amit tetszik, de bele sem megyek. Ja. Mert úgyis, mire este fölveszük ezt, és hazamegyek ránézni, hogy hol tart, úgyis annyinál fog tartani, amit úgy sem engedhetek meg magamnak. De pont ez az, hogy úgyis van valami vérmes fan, aki igazán 3 hétig inkább nem eszik, de azt megveszem 40-ért, tehát igen, jó. Igen. Jó célra megy, tehát legyen minél drágább minden, örülünk neki, csak így nem jut semmi, de nem baj, ettől függetlenül boldogok vagyunk, ennyik voltunk a Fit for a King új lemezéről, ha hallottátok, mondjátok el, hogy mit hallottatok, aztán legközelebb megjövünk. Ja, most mondjál valamit te. Írjál, iratkozzál! Essé át az égen! Írjál, iratkozzál, Kirby a parancsnok! Így. Remélem, azt nem mondtam, a múltkor, remélem. Szerintem nem. Akkor jó, akkor most mondom, hogy Kirby a parancsnok. És ki fogja ezt elmondani az öregnek? Kirby a parancsnok. Kurva nagy. Ciao. Sziasztok.